Az U19-es labdarúgó bajnokságban a TASZ labdarúgó csapata a Tokodi együttes látta vendégül az edzőtáborban lévő pályán. Megyei labdarúgó bajnokság soros fordulójában a TASZ a Tokodiakat látta vendégül az edzőtáborban lévő pályán. A Tataiakat látjuk fehér mezben, a Tokodiakat pirosban. A Valakovics, Csordás, Dénes, Csizmadi, a Csordás, Gergő, Bújdosó, Balázs, Bújdosó, Sándor, Bognár, Rába, Tóth, Kisék, Minácsik csapat kezdett. Ott az kezdett jobban, de tulajdonképpen csak helyzetek adódtak előttük. Mezőnyfélében játszott a csapat egy átszerveződött védelemmel. Kuhn és Purge sérült volt, Csizmadia került be hosszú sérülés után a kezdőbe. Az első negyed óra után a vendégek térfelén pattogott a labda. Rudonyos Tokodi védők egyébként mindig hatástalanították a TASZ próbálkozásait. A tataiak hosszú előrévelésekkel próbálkoztak. Ezt a szabadrugás a kaputól Csordás lövését könnyen hárította a kapus. Aztán még egy szabadrugás, ez tulajdonképpen fölpattant a védőn, és visszapattant Rába elé, ő pedig mellé lőtte. Egy veszélyes Tokodi támadás futotta a bal oldalon, a kapujából kifutó Valakovics hárított, hol voltak a védők. Aztán egy újabb Tokodi támadás a jobb oldalon, majd egy vendéglövés, ami elkerült a Valakovics kapuját. Egy gyors tatai támadás a jobb oldalon, de Kisék szabálytalankodott, rúgás kifelé. Tokodi helyzet, de Valakovics résen volt és hárított. Egy váratlan lövés Tóth László részéről, de a kapu jó reflexzel fölé ütötte a labdát. Az első félidő gól nélküli döntetlennel zárult. A második félidő közepetáján egy TASZ támadás során Rábát akadályozták a vendégek a 16-oson belül. A játékvezető úgy ítélte meg, hogy ad egy 11-est, hiába reklamáltak a Tokodiak. Nem vonta vissza ítéletét a bíró. A 11-es Bognár lőtte magabiztosan a kapuba, 1-0-ra vezettek tehát a tataiak. Folyamatosan a vendégek térfelén pattogott a labda, és nem kellett sokat várni a második tatai gólra, amit Tóth László szerzett. Aztán Tóth Ádám lövését hárította a vendégkapus. Szépített a Tokodi csapat. Tokodi szabadrugás Valakovicsról kipattant, a Tokodi játékos berobbant és szépített 2-1. Még egy lehetőségük volt a Tokodiaknak, de 3 méterre a kaputól mellé feljelt a pirosmezes játékos, és ezzel tulajdonképpen minden lehetőségüket elszalasztották az egyenlítésre. Végül is a TASZ egy izgalmas, szoros mérkőzésen jobb helyzet kihasználásával 2-1-re megnyerte a találkozót. Régóta várhattál arra, hogy újra lehetőséget kap kezdőként. Hogyan gondoltad ezt? Hát mostanában padra kényszerültem. Hát van egy kiélezett versenyhelyzet, és ezt úgy gondolom, hogy jót tesz a csapatnak, ilyenkor kell megmutatni. Most úgy gondolom, hogy sikerült a második gól a győztes gólt szerezni. Remélem, hogy ezen be tudtam bizonyítani a mesternek, hogy próbálok bekerülni, és remélem, hogy többször kapok majd bizalmat. Mit gondoltál az első gól után, hogy könnyű lesz-e tovább tartani ezt az eredményt, és hát még esetleg rá is tudtok fejelni? Az első gól után én úgy éreztem, hogy most már szét fognak nyílni, és akkor több gólt tudunk szerezni. Hát ez sajnos nem így alakult. Elég nehéz szülés volt. Mit gondolsz, hogy később során meg lesz a lehetőséged most már arra, hogy ott maradj a kezdőbe? Bízom benne, még 4 forduló van hátra, és az idézőjelbe könnyebb mérkőzésekre remélem, hogy helyet kapok a kezdőcsapatban.
Mindenki arra várt, hogy egy bedobás legyen majd a 16-os magasságában, ha be tudod dobni szinte a másik oldalig. Biztál abból, hogy egy ilyen bedobás után sikerül meg volt szerezni? Igen, hát gyakoroljuk edzéseken is, és remélem, hogy többször tudjuk ezt kihasználni, ezt a nagy dobást. Tetemes volt a különbség, ugye, mert a Tokod az utolsó három helyezett egyike, mi meg ugye oda dobogó környékére várjuk magunkat, úgyhogy mindenféleképpen a győzelem volt a mai napon az elfogadható, hát ezek a kötelező győzelmek mindig nehezek. Az első negyed óra, vagy az első fél óra után mit láttál a meccsbe? Rengeteg hibát vétettünk középpályán, ezt próbáltuk fél időbe helyre tenni, úgy gondolom, hogy helyel közel sikerült is. Fokhiasan álltunk fel a mai mérkőzésen, sok volt az eltiltottunk, sok volt a sérültünk, de úgy érzem, így is sikerült, amit kötelezőt hoznunk, úgyhogy ennek örülünk igazából. Mennyire lepett meg a Tokodiak védőjátéka, a védekező játéka? Abszolút erre számítottam, hogy be fognak állni védekezni, ráadásul ugye kis pályán is játszunk, tudtuk, hogy nehéz lesz feltörni a védelmüket. A közepén ugye elég rutinos és ügyes játékosok is játszanak a Tokod csapatába, de ezt a kispasszos játékot a második fél időre sikerült beváltanunk igazából. Mit mutatott a mai meccs? Ugye most már győztetek, és hát a következő meccsekre milyen ellenfelek várnak rátok? Hát nagyon nehéz ellenfelek, vagyis hát nem is az, hogy nehéz ellenfeleink, hanem ugye akik ott anyáznak előttünk, illetve közvetlen mögöttünk a tabellán. Jövő héten Oroszlányba látogatunk, igazából egy kiki mérkőzés. Ha ott sikerül nyerni, akkor följebb tudunk akár lépni a tabellán. És utána még van ugye három forduló, játszunk egy Etével, játszunk egy Vértesszőlőssel, és a végén egy Környével, igazából talán az utolsó mérkőzés nehéz ígérkezik a legkönnyebbnek. Szeretném mind a négy mérkőzést megnyerni.